Presto, bottega, che la vega, presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Mikortól honnan ered ez a szenvedély, hogy borotvákat borotva különböző eszközöket gyűjtsön? Hát ez bizony nagyon régi, most már 49 évre tekint vissza. Valahol mindig bennem volt a gyűjtői véna. Édesapám amerikai bélyeget gyűjtött, és ővé volt az országban egyik legszebb gyűjtemény. Aztán sajnos ezt el kellett adni, de volt egy barátunk, akinek volt egy régi borotva készüléke, és az öcsémmel együtt gyűjtöttünk borotva pengéknek a papírjait, a zsiletpapírokat. És akkor azt mondja a barátom, hogy te, kell ez a készülék neked? Ha nem, akkor kidobom. Persze, hogy kell, add ide, majd valamit csinálok vele. És akkor betettem az íróasztalfiókba, és akkor jött hozzám mindig innen is egy, onnan is egy, végig már nem tudtam becsukni a fiókot. Annyi lett. És ez aztán úgy megrögződött bennem, és úgy folyamatosan, először csak borotva címkét gyűjtöttem. Aztán jött a borotva készülék, vagy 15 évig csak borotva készülék gyűjtöttem. Nagyon sajnálom már utólag, hogy csak ezt, és akkor nem néztem jobban szét, hogy mit még hogy lehet ebből gyűjteni. Aztán, hogy jött hozzá a borotva kések, a borotva pengefenők, késfenők, aztán különféle tükrök, a habzótálak, amiben a borbélyok keverték a különféle szappanokat, meg vizeket, amivel ugye a borbélyok dolgoztak. Aztán úgy minden ügy jött hozzá, és reklámok, plakátok, hát így alakult ki ez. Körülbelül hány darabból áll ez a gyűjtemény, meg lehet számolni egyáltalán? Hát nagyon nehéz, a borotva címkéim, azt tudom, körülbelül az 37,500 darab van. Ez egy időben a világ legnagyobb gyűjteménye volt, csak hát én toltam el, hogy nem az enyém a legjobb. Mivel? Úgyhogy volt egy nagyon szép másik gyűjteményem. És akkor a gyerek iskolába járt, meg szakmát tanult, és kellett a pénz, és el kellett adnom a konkurenciának. Így aztán ő lett a nagyobb gyűjtemény, volt cseranyaga, tudott belőle cserberélni. Én nekem meg nem maradt semmi, nem tudtam cserberélni. Aztán a készülékek azok, hát az olyan 1000-1200 darab van. Borotvakést azt tudom pontosan, mert azokat mindegy felcímkézem, mert azért előfordul, hogy kettőt vettem meg hasonlót. Tehát mindig végignézem a kis katalógusomat, hogy elég egy is belle. Abból van 570 darab. Akkor kb. 300 ilyen pengefenő, meg borotvafenő van. Akkor ilyen, ezek a habzótálak, abból is van, vagy 100-120 darab. Akkor különféle borbélyok által használt illatszer, púder, fertőtlenítőszer, hát abból is van, vagy 80-90 darab. Sosem tudom, pontosan nem lehet megszámolni, mert vannak szólókészülékek, és vannak olyanok, hogy van egy készlet, amiben ebből is van, abból is van, van szappantartó, van pamacstartó, van borotva készlet, van tükör benne, tehát azt nem tudom, hogy egynek számoljam, vagy többnek számoljam. Tehát ezt így nem lehet pontosan megmondani, hogy ez mennyi, ez hány darab. És körülbelül hány év alatt jött össze ez a gyűjtemény? Pontosan 49 éve. Akkor gyűjtöttem, akkor kezdtem igazán gyűjteni, sajnálatos családi esemény volt, elváltam a feleségemtől, elvitt a gyereket, én nem tudtam mit csinálni az időmmel. És valami után néztem, hogy valami elfoglaltságom legyen, mert ez így láttam, hogy nem jó. És akkor az öcsém gyűjtött a címkéket, add ide, majd én meg összerakom őket, szóval odaragadtam. De nem, nem ez a tisztességes foglalkozása? Nem. Hát mondjam, közalkalmazott voltam, rendőrtiszt voltam, és hát onnan mentem nyugdíjba. Ez egy habzótál, ide jött be a szappan, alulra került a víz, és a borbély belemártotta a pamacsot, habzott a szappan, és akkor azzal csinálta. Na most ennek az az érdekessége, hogy megtaláltam a jelzését, és ezt 1800-as évek elején egy bécsi tulajdonú
cseh gyárban készült Brünnben. Tehát ez gyakorlatilag most már lassan 200 éves. Ez egy angol címer, és ez is olyan, hogy itt a szappan, ott a víz. Nagyon szép dolgokat csináltak régen. A manapság már ezekre a dolgokra nem adnak, nem kimentek a divatból. Ezért is jó, ha az embereket megszerzi és összegyűjti, mert 50 év múlva, 100 év múlva ennek semmi nem marad ezekből. Van egyébként különbség a különböző országok stílusaiban? Hogy van. Vagy a divat diktálja éppen, hogy hogy gyártották? Ez például egy amerikai típusú habzótál. Ők ilyen csészeformát csinálnak, és ide kerül be a szappan, ott van lent a víz, nekik ilyen a minta, legalábbis a legtöbb ilyen, ami eddig hozzám került. Van itt, hát mutatom ezt is. Ez is szintén amerikai. Ilyen kis jelenet van rajta. Ez is gyönyörű szép porcelán aranyozással. De aztán van olyan is, ami nem egy darabba érkezett meg önhöz. Igen. Ezt Amerikából kaptam, ezt a kis habzótálat, jött egy csomagba, és bizony 26 darabba megszámoltam. És összetört. Én összetört darabokban volt. Én nagyon óvatosan egy hétig dolgoztam vele, ami sikerült ilyen állapotba hoznom, hogy ha az ember ránéz, szinte nem is látja, hogy ez össze volt törve. Nagyon nagy türelem kellett hozzá. Hát mutatnám tovább akkor dolgokat. Ezek itt a Borbély üzletekben használt víz, púder, fertőtlenítőszer, ilyen tartályok. Van fémből, van üvegből, porcelánból, és hát ezek ilyen illatszeres dolgok, aftershave-ek, borotválkozás előtti, borotválkozás utáni, ilyen szeszek, ezek itt mind régi borotva szappan tartók. Hát bizony, mutatok egyet, melyiket mutassam, talán ezt, hogy milyen szép kidolgozása volt. Megadták a módját annak, hogy nem csak egy egyszerű ilyen doboz, ezt mondja, hogy Schlangzahn. Igen, tulajdonképpen beletették volna egy egyszerű kis papírdobozba is, de hát adtak, megadták is, a módját. Manapság már papírdobozba adják. Akkor ugye vannak ilyen fertőtlenítő dolgok, timsó is. Akkor például ez nagyon borotva rúdszappan. Ilyen, csak hát ebben kicsit már használtak, amik benne vannak, de maga az, hogy a doboz is megmaradt, és azért mégis van benne valami, tehát az ilyeneket kell megtalálni. Ilyeneket szeretem, hogy azok összejönnek. Magyarországon mennyire van konkurenciája? Nincs. Senki? Senki. Egy-két ember van, aki úgy borotvákat elrak, és úgy, ami tetszik neki, penge miatt, tehát úgy elrakja, de nagyon kevés. Egy-kettő gyűjt még, akik tudom, hogy van egy-két borotva készüléke, de nem olyan átfogó, mint az enyém, mert nekem van 1000 darab, neki van 20 darab talán. Tehát az arányokat így lehet. Egyébként van Budapesten egy fodrászmúzeum, a tulajdonosa nagyon jó barátom volt, sajnos már nincs közöttünk, úgyhogy egymást mindig segítettük. És hol én adtam neki valamit, ami neki kellett, mert ő a hajjal foglalkozott, tehát hajcsavaró, ondolálás, daverolás, fésülés, festés, én meg csak a szakál, tehát a borotválkozás. Így aztán megosztottunk egymás közt, és soha nem volt vita közöttünk, és nem volt konkurencia. De mondom, sajnos ennek két oldala van. Ugye, ha több lábon áll egy gyűjtő, itt is van, aki talál valamit, ott is van, meg amott is van. De így csak magamnak kell találni mindennek, mert nincs, akit érdekeljen rajtam kívül.
És külföldön van kapcsolatrendszere? Van, persze, rengeteg kapcsolatom van. Egyrészt ez adódott a borotva címkékből. Azt nagyon-nagyon sokan gyűjtik a világba, és aztán Amerikától, Oroszország, Japán, és európai országban majdnem mindenütt van ismerős, meg cserepartner. De hát sajnos megint ott vagyok, hogy nem tudok mit cserélni, mert elfogytak a címkék. Hát ez nem olyan, hogy még most is gyártják őket mindenfélét. Most van például egy Kínából egy cserepartner, és százával küldi a kínai címkéket. Én megküldöm neki az itt a kommerzókat, mert hát már csak az van. És azzal is meg van elégedve, mert Kína elég messze van Magyarországtól, és ő nagyon boldog azzal, hogy ő innen Európából kap anyagot. Nagyon szép állapotban vannak most ezek a tárgyak, de gondolom nem mindegyik így került önhöz. Sok munka volt velük? Nem bizony, piszkos, koszos, szakadt, gyűrött, hiányos állapotban. Én minden egyes darabot szépen kitisztítok, kipucolom, ha lehet, kijavítom dobozokat, esetleg valami tartó tokokat, tehát mindent rendbe rakok, például tükröket, hát olyan állapotban voltak néha, hogy azt nem lehetett berakni egy vitrínbe. Hát azokat bizony szépen kitisztítom, rendbe rakom. Sokszor egy-egy tárgyal elbíbelődök egy hétig is, mert azt kicsit festegetem, kicsit javítom, kicsit igazítom. Tehát annak legalább mutatni kell, hogy milyen. Tehát nem elég az, hogy beteszem, mert éppen így adódott is. Hát ott van. Az a barátom, ez aki sajnos nincs már közöttünk, ő úgy volt, hogy megkapott egy készüléket, úgy, ahogy volt, berakta. Aztán néha én mondom, add már ide, hogy néz ez ki, kicsit, hagyj javítsam már meg, és akkor visszaadtam neki, te Józsi, ez az én készülékem volt? Mondom, persze, hogy ilyen csak rendben van rakva. Nagyon jó viszonyban voltunk, úgyhogy hát nagyon hiányzik, mint cserepartner, mint barát. Tehát ő volt az egyetlen, akivel így tudtam ténylegesen boldogulni és cserberélni. Hát nézzünk egy kicsit tovább. Itt borotvák vannak. Hát én nagyon szeretem, hogyha egy borotva kés nem csak jó is, hanem egy kicsit mutat is, tehát van rajta valami kis jelenet. Például itt egy hölgyet ábrázol a faragás. Úgyhogy ez... Igen. Vagy pedig mutatok egyet. Gáspár testvérek Budapest. Hát az 1920-as, 30-as évekből való borotva. Az érdekes, hogy milyen anyagból van a pengéjük? Általában acélból. Vannak vasból készültek is, abból az, onnan tudom, hogy akárhogy vigyázok rá, van egy német márka, olyan anyagból van, hogy mindig rozsdásodik. De viszont a legjobb borotva volt, mert ezt könnyen lehetett fenni, egyszer megborotválkozott vele az illető, és utána újba felhető. Az acélkéseket nehezebb fenni, tartósabbak, rozsdamentesek. Körülbelül hány országból vannak itt ezek a borotvák? Múltkor megszámoltam, talán 32 vagy 34. Ez egy gyönyörű darab. Minden napra hétfő, szerda hiányzik, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. És ez aránylag jó állapotban is van, tehát új állapotban. Nem tudom, hol tűnhetett az az egy, de nagyon sajnálom, hogy hiányzik belőle. Ez egy német készülék, illetve... Tehát ez a rengeteg gyönyörű, szép iparművészeti termék, az tulajdonképpen nem sokat jelent a világnak, ha csak ön látja. Mikor döntött úgy, hogy múzeumot hoz létre belőle? Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert nekem mindig vágyam volt, hogy lesz egy kis múzeumom. De sajnos a körülményeim mindig olyanok voltak, hogy hiába gyűjtöttem, az bekerült a szekrény aljába, egy dobozba, és az ott volt évekig, sokszor évtizedekig, mert nem volt hova kirakni. Hiába volt nekem nagy lakásom,
akkor is valahogy a beosztás olyan volt a lakásnak, hogy többen laktunk, hát nem tudtam kirakni. Most itt a feleségemmel már úgy vagyunk, hogy megengedhetjük magunknak, hogy egy szobát ugye berendezzünk, és hát én elterveztem itt ezeket a vitrineket, szépen berendeztük, most már elrakosgattam, jó, most már büszke vagyok rá, hogy ez így sikerült. De mondom, ez másfél éve van, mióta ide költöztünk Újpestre. Több ezer, több tízezer tárgy van itt. Van-e egy olyan, ami a kedvenc, ami ma valamiért kedves? Igen. Na most említettem, hogy az a borotva készülék, amit nyertem, az volt az első, de az nem volt tudatos. Az első, amit tudatosan gyűjtöttem, az ez az amerikai jam borotva készülék. Ez volt az, amit a barátom azt mondta, hogy ha kell, ideadja, ha nem, akkor kidobja. Na, erre mondtam, hogy na, akkor ezt add ide, nehogy kidobjad véletlenül. Ez egy nagyon szép borotva készülék, megvannak hozzá a pengék, pengetartó, igen, megvan a készülék hozzá, tehát teljesen működőképes, minden megvan hozzá. Ez meg Szibériából van, ott faragta az illető. 1915. Fogságom emléke. Hát ott is volt ideig faragni. Igen. Belülről hogy néz ki, megnézhetjük? Hogyne. Mindjárt nyitom. Ilyen huncut zára van, hogy először ezt ki kell nyitni, akkor hátra lehet húzni, és akkor nyílik. És ezen látszik, hogy ez valódi faragás, mert van huncutság is benne, géppel faragnak, és azt mondják, hogy eredeti faragás. De azt látom, hogy a körkörös, a marógép, ahogy kimarta, és teljesen szabályos, úgyhogy engem már ilyesmivel nem lehet megetetni. Ki vagyok kupálódva, őszintén szóval. Itt a legrégibb ez 1824-ből való TM. Nem tudom, ki lehetett a TM, de 1824 a belevésett. Hát innen sajnos hiányzik egy kis darab, amivel ezt rögzítették, de attól függetlenül ez elég szép darab. Ez egy nagyon érdekes darab. 1909-ben faragták, és ilyen lábakon áll. Nagyon érdekes. Ez valószínűleg nem egy úti csomag lehetett, hanem asztali. Nem. Igen. Ide vetették a borotvát, be lehetett csukni, akkor be kellett tolni, és nagyon érdekes darab. Ez a tükör, ez megjárt Auschwitzot. Egy ismerősünktől kaptuk, aki hazahozta. Hát ezt is egy kicsit restaurálnom kellett, de még attól látszik, hogy milyen jó a minősége. Ez nikkelezett fémlapocska, nem üveg, tehát ilyen is ritkán van valakinek ilyen, hogy így hazakerüljön. Nagyon precíz ember. Hát másképp nem lehet. Nem lehet, mert nagyon érdekes, a memóriám ezzel kapcsolatban. 37 ezer borotva címkén van. Egyet meglátok valahol, azonnal tudom, hogy van, vagy nincs. Vagy ha megvan nekem, az milyen színben van, vagy milyen felirással. De egy ismerősöm jön velem szembe az utcán, nem ismerem meg. Egyszerűen, amikor ráköszöntem valaki, azt hittem az öcsém. És mondta, hogy nem ő az. Tehát ez olyan nagyon érdekes dolog, hogy ilyen egyenes a látóköröm, tehát csak azt látom, ami engem igazából érdekel. De most nem az öcsémre gondoltam ebbe az esetben, hanem hogy az arcmemóriám az nem olyan jó, mint ez, ránézek egy borotvára, abban a pillanatban tudom, hogy ez van vagy nincs. Pedig hány száz vagy ezer darab van. És mégis, ez berögződött. Ez nagyon érdekes, az amerikai Criss Cross. Ide bele kell rakni a pengét, akkor forgatja. És akkor ezzel fenik meg a penget. Itt van egy bőr tárcsa,
és az, ahogy forog, hogy azzal... És akkor meg is forgatja, hogy mind a két oldalát megfenje. Ez amerikai crisscross. Ezek már komoly mechanikai szerkezetek. Igen. Ez is elég bonyolult szerkezet magában, mert ide rá kell illeszteni ezt a kis kulcsocskát, és ez nem ide való, így tekerni, akkor az fenn, átbillenti a másik oldalra, a másik oldalát fenni. Ez inkább így mutatom, egy német Rapid márkájú. Vágta már meg a kezét? De mi hányszor? Rengetegszer. Ez nálam akkor azt mondom, hogy foglalkozási ártalom. Hú, de sokszor elvágtam már kezemet. Pedig vigyázok, hát muszáj. Van olyan, amiből csak önnek van az egyetlen példa? Ez. Lindberg. Ez ilyen, hogy ez a penge, és akkor megfordul, és... És húzza a bőrön, ez élet. Nagyon szép. Hát persze lehet gyorsabban is csinálni, de ha hamarabb akart vele végezni, hogy... Biztosan vannak olyan eszközök, tárgyak ezek között, amelyek ön szerint a legértékesebbek, vagy a szakma szerint is. Mitől értékes egy-egy ilyen tárgy? Hát talán a ritkasága miatt. Azelőtt ugye mindenki borotválkozott otthon. Kevés volt az, aki megengedhette magának, hogy nem is naponta elmegy a borvéhoz, idő is, meg pénz is. Tehát borotva készlete, vagy borotvája otthon majdnem mindenkinek volt. Na most jöttek ezek az önborotvák, amik ilyen eldobható borotvák, és az emberek rászoktak erre a műanyag borotvákra, és a régieket pedig szépen kidobálták. Nem kell senkinek. És hát a nincsből nem lehet gyűjteni. Például nagyon érdekes, a németek olyanok, hogy azok valamit, ha megmondtak, nem használnak, kidobják. A legkevesebb borotva készülék, amit be tudok szerezni, az Németországból jön. Egyszerűen nincs, mert mindent kidobnak. De nagyon sokan, franciák, olaszok, spanyolok, amerikaiak, azok elrakják, és azok később tudják elcsereberélni, vagy eladni, vagy odadni annak, aki ezt gyűjti. Úgyhogy ez nagyon nehéz manapság előtalálni valamit. Úgyhogy hiába járok az ócska piacokra, meg tudják, hogy gyűjtöm, háromszoros ár. Úgyhogy megismernek, akkor már, ó, maga a borotvás, na jó, akkor már 5000 forint, vagy 10000 forint. És akkor mindig mondom, hogy á, ez megvan nekem. És akkor odébb megyek. És akkor azt mondja, mennyiért viszi el, mondjuk a 10000 forint, mondjuk ezzet adok, és akkor megy a harakiri, és ilyen szem megegyezünk valamilyen általam is elfogadható árban. Sokat tehát, költ még rájuk? Hát most, hogy nyugdíjas vagyok, most már többet. A gyerek kirepült, már nem kell foglalkozni vele, nem kell tanítatni. Hát szóval, hát most már azért egy kicsit az ember időskorban már nem kell annyi mindent vásárolni otthonra, háztartásban, megvan mindenünk végeredményben. És hát egy kicsit jobban jut rá, hogy tudok vásárolgatni. Az igazság, hogy engem soha senki nem szponzorált. Én mindig csak a magam erejéből gyűjtöttem, tehát amikor volt pénzem, gyűjtöttem. Amikor nem volt pénzem, nem gyűjtöttem. Ez volt az egyszerű dolog. Volt úgy, amikor a gyerek úgy az iskolába járt, és tanítatni kellett, és nem volt olyan. Volt, hogy 8-10 évig egyszerűen nem gyűjtöttem semmit, nem telt rá. Akkor fontosabb volt a család. Az volt az első. Tehát most is tulajdonképpen a család az első, ez meg olyan már. Meg egy nyugdíjasnak egyébként is szerintem mindig kell elfoglaltság. Én már 78. évemben vagyok, és látom, hogy a nyugdíjasok milyenek. Hazamennek, leülnek, nézik a tévét, fél óra múlva elalszanak, vagy rejtvényt fejtenek, semmit nem csinálnak, nincs, ami motiválja őket. Persze, hogy hamarabb megöregszenek, elfáradnak, és nincs cél előttük. Mert én már nyugdíjas vagyok, én már ülök a szobába.
Én meg ezt sose fogom megtenni. Mindig, mindig valami, nekem mindig van cél. Na most még ezt meg kell szerezni, azt meg kell szerezni. Úgyhogy szóval ez egy motiváció az ember életében, hogy hát ne csak üljek és nézegessek ki a szememből, fejemből. Ezt most nemrég szereztem. Ez egy márkásabb dolog, ezt onnan lehet tudni, hogy a pengének a vége az szintén az anyagához hasonló borítással van ellátva. Ezek általában kaucsuk, csont, vagy mi anyagból készül? Van műanyag, ebonit, van csont is, de ritkábban, hát általában a tömeg dolgokat, azokat műanyagból préselték, de ha arra mondják, hogy csont, akkor azt tehéncsontból készítették. Tehát sima mezei tehéncsont, azt mondja sokan, hogy elefántcsont. Hát még mellett se volt. Tehát nagyon-nagyon ritka, hogy elefántcsont legyen. Már nagyon előkelőnek kell lenni az illetőnek, hogy olyat használjon. Ez olyan vendégbehívogató, a borbé üzletekbe szokták kirakni a kirakatba, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a borbélyok. Ez fából van faragva. És ez is egy nagy ritkaság, ilyennel sem találkoztam még sehol. Például ez is. Ez ilyen női fazonborotva. Ilyen kicsike, ilyen apró. Hát aztán vannak itt érdekességek még. Kis utazóborotva. És már is lehetett használni borotvát. Igen, így. És akkor összecsukta, és akkor borotválkozott vele. Na, itt van még egy borzalmas darab. Ez egy amerikai száraz borotva. Ez egy sűrű szita, amibe véghúzza az ember az arcán, és van ott bent egy kés. És akkor a szitába belemegy a szőr, és az a későt levágja. Ne tudja meg, hogy milyen. De akkor tulajdonképpen ez a rezgőpengés villanyprotvának az elődje. Igen, de hát ez fix. Ez úgy húz, hogy az valami rettetes. Én kipróbálom azért mindegyiket, hogy milyen lehet. Ez valami borzalmas. De egy New Yorki, amerikai. Egyszer már volt egy nagy kiállítás a Budapesten, ahol meg tudtam mutatni a gyűjteményét. Igen. Az Iparművészeti Múzeumban volt egy nagy kiállításom. Hát voltak kisebb kiállítások is a Zsiletnél, meg Esztergomi Keresztény Múzeumban, nem, Balassi Bálint Múzeumban, és, de hát azok olyan kevésbé voltak érdekesek. Az Iparművészeti Múzeumban viszont a teljes kollekciót be tudtam mutatni, nagyon szolgálatkészek voltak, nagyon segítőkészek voltak, és tényleg nagyon nagy siker volt akkor az a kiállítás. Mert ez egy kuriózum, egy ilyet gyűjt valaki, és én tudom, hogy a múzeumban is volt olyan, aki azt mondja, hogy ilyet gyűjteni, hát hogy néz ez ki, mi ez? És akkor már felállt a kiállítás, és eljött megnézni, és akkor elcsodálkozott, hogy hát ilyen is van, hát ez tényleg érdekes. Úgyhogy ez azért nekem egy nagyon jó érzés volt, hogy először ledegradáltak, aztán akkor utána ugye azt mondták, hogy ez tényleg érdekes. Hát volt egy barátom is, egy külföldre szakadt, Amerikába szakadt barátom, és akkor jött haza, és akkor gyűjtöttem pengecimét, pár darabot, még borotok készülnék, és hogy te, hogy lehet ilyen hülyeségeket gyűjteni? Aztán később, évek múlva többször jött haza, és nem az volt az első, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok, mutasd a gyűjteményedet. Hát akkor rájött már arra, hogy az érdekes. Tehát ha valaki valamit tematikusan és szisztematikusan gyűjt, akkor abból egy szép anyag jön össze. Hát lehet az mondjuk dobokat, vagy hangszereket, vagy bármit gyűjteni, hamutartót, vagy üvegpoharat, csészét. Ha valaki azt rendszeresen csinálja, odadóan, akkor az már, abból már egy szép gyűjtemény kerekedik ki. Csak hát ahhoz ugye kis megszállottság kell. Nekem pedig van. Itt aztán vannak a különlegességek.
Ez egy amerikai Kemp & Bros készülék, teljesen komplett, megvan benne minden. Ki is kéne tudnom venni, de benne van egy csodálatos fenő. Igen, így. Majd tartja. Hogy ez milyen míves, ezt ide bele kellett valahol akasztani, és akkor ezzel dolgozott. Gyönyörűen a felírás minden rajta megvan. Ezzel is dolgoztam pár napig, amíg ilyen vastagon rajta, ez a szappan, meg grűspan, meg mindenféle, ami ilyenkor úgy rárakódott, és hát a gazdája az nem túlzottan törődött vele, úgyhogy kénytelen voltam én megpucolni. Ez aztán egy svéd esklitúna. Mint egy ékszer. Igen, bizony. És ugye hát ez sem mai darab. Ez is van, hát az 20-as, 30-as években készülhetett. Hát azért tessék megnézni, milyen állapotban van, milyen jó minőségű anyagból dolgoztak, és művesen csinálták meg. Tehát nem csak úgy. Ez meg ugye a fogójának hosszabbítója. Igen, tehát hogy ne legyen a rövid a fogantyú. A másik pedig ez be lehetett dugni ide, és akkor a pengét ide belerakták, és akkor ezzel együtt fedték. És a pengék is mind megvannak hozzá, tehát ez három darab penge járt ez a készlethez. Ez is egy amerikai darab. Ilyen fél penge van benne, és magát a pengét pedig ezzel lehet fenni. Ide belemegy a penge, be lehet rakni, és akkor az asztalon lehet csattogni vele. Persze hosszabban is, és akkor, ahogy tekeri, mindig megy odébb és odébb a szíj része, és akkor végigfenni, végighúzza a készüléken. Aztán megvan az első villanyborotva is. Vibrosév, még az eredeti porcelán foglalattal, meg a szövet. És akkor ebbe rakta be a pengét, és akkor elindította, bedugta, akkor ez ilyen rezgőkésés, még manapság is van ilyen, úgyhogy az szépen dolgozott neki. Úgyhogy... Nagyon különleges. Ez egy nagyon szép, régi darab, az 1910-es évekből. És megmaradt a készülék is, tökéletesen német készülék, megmaradt hozzá a penge is, és megmaradt eredetileg a doboz is. Ezek nagyon ritkák, ezek a fémdobozok, mert nagyon hamar, pár év alatt tönkrementek. Ugye lejön róla a használat során a festék, akárhogy is rátesz egy készüléket, vagy lemossa, tehát lejön. Ez szerencsém van, hogy ez így megmaradt. Ezt még megmutatom. Mindig jól mulatok, amikor a reklámban az egyik borotva penge gyártó cég azt mondja, hogy a világ első ötpengés borotva készüléke, és akkor jön a reklám. És akkor mondom, hogy el vagy tájolódva, édes barátom, mert ez a világ első ötpengés borotvája. Öt penge, öt távtartó van közötte, és ez ilyen, így is meg van fúrva a feszítésre, és így is. Tehát nem lehet más rendszerbe, más sorrendbe berakni őket. Én egy hétig kínlódtam, míg összeraktam. Szétszettem kipucolni. És ha már egyet máshova teszek, akkor már nem működik az egész. Ugye az biztos volt tiszti szolgája az illetőnek, aki ezt
használta, hogy az nyugodtan tudta kipucolni, mert ráért, mert órák hosszat kellett vacakolni, hogy ezt összerakja. Úgyhogy ez pedig rá van írva, a patent 1936. Na, ennyit a világ első öt pengés borotvájáról. Úgyhogy, hát ebből se sok lehet. Jöhet, nem sok van. Több ezer, több tízezer tárgy van itt. Van-e egy olyan, ami a kedvenc, ami ma valamiért kedves? Igen. Na most említettem, hogy az a borotva készülék, amit nyertem, az volt az első, de az nem volt tudatos. Az első, amit tudatosan gyűjtöttem, ez az amerikai Gem borotva készülék. Ez volt az, amit a barátom azt mondta, hogy ha kell, ideadja, ha nem, akkor kidobja. Na, erre mondtam, hogy na, akkor ezt add ide, nehogy kidobjad véletlenül. Ez egy nagyon szép borotva készülék, meg vannak hozzá a pengék, pengetartó, igen, megvan a készülék hozzá, tehát teljesen működőképes, minden megvan hozzá. És itt még bele van csúsztatva a fenője is, tehát az is, ha kihúzom, akkor az is megvan. Tehát ez volt a leges-legelső, amit én, mint gyűjtő azt mondtam, hogy na, ez az első darab. És ez úgy valahogy megmaradt mindig, hogy ez tényleg ez a leges, a legkedvesebb. Ettől indult el az egész gyűjtési szenvedélyem. Ez a múzeum mennyire nyílt, mennyire látogathatja bárki? Bárki eljöhet, csak egy kis előzetes, ugye, mert végül is ez egy magánlakás. És hát 8-10 embert itt, vagy 15-öt egyszerűen nem tudok fogadni. Pár ember jön, nagyon szívesen megmutatok mindenkinek mindent, úgyhogy szívesen áll bárkinek a rendelkezésére. Csak ugye egy kis előzetes kérelem már, úgyhogy tudjam, hogy jönnek. Mert mi is elég sokat azért járunk el a feleségemmel, eljárunk dolgozni is még a nyugdíj mellett, egy kicsit természetgyógyászok vagyunk, és el is szoktunk menni néha egy kicsit wellnessezni, hát megengedhetjük, egy hétvégére elmegyünk egy 2-3 napra, hát nem csak ülünk bent a lakásban. Tehát ez az egyetlen, ami miatt kérem, hogy valaki szóljon, hogy jönni akar. Szívesen látok bárkit.